De sziasztok, itt újra és Mát, és akkor tudjuk lehatni éjszakán, reméljük elsőre sikerül, és akkor igen, a kettő az jóval könnyebb lesz. Három sejt pokol néz, majd ha eljutok odáig, maradjuk a kettőnél. Stratégia igen be a kezembe, azt fogom az. Hát, aki élvezni akarja a telefonbeszélgetést játék közben, annak javaslom a nemet. Meg persze hallgattam ugye a telefont, szóval igen, tudom, hogy mi a francot csinálják, hogy bezárják az éttermet, tudjam le az éjszakát, bla bla bla, de... Ja, úgyhogy közben csikál előtted, úgy nehéz figyelni. Nem szoktam szeretni Foxy-t általában a játékban. Az egyben se szerettem, mikor ugye kidugta a fejét, itt se szerettem, mikor egy helyben áll. Oh, már itt van, baby. Jó, csikára cseréltük Foxy-t. Hát hallom, hogy itt van. Hogy fértettek el egy helyen? Aha, ebből baj lesz. Így aztán nagy baj lesz. Ja, hogy te még itt vagy? Na, végre Toy Freddy-t is láthatjuk test közelből. Csak meg akarok bolondulni, mikor ez történik amúgy. Ne vegyem már fel! Jó, ne felejtsük, ez a hatodik éjszaka, tehát itt még van egy váratlan vendégünk, jut eszembe.
Itt villám gyorsan el lehet baszni, és ezzel szoktam mindig. Ez nagyon fontos. Minden alkalommal. A maszkot vegyétek fel, bármi történik. Teljesen mindegy, hanyadik éjszaka, a maszkkal kezdjétek. Mert ha jön az alany, akkor elmondom. Kamerát vegyem már fel a maszk helyett, amúgy. Értek volna meglepetések, ha felveszem a kamerát. Megvan! Ennyi! Na, adtam a kettőt, a világ legkönnyebb játéka. Még régebben mennyi szemettem a hatodik éjszakába. Na, aki nem jött, az Golden Freddy. Tehát Golden Freddy miatt nem kapcsoltok először a lámpát, így pláne a folyosóra, mert azonnal bejumpscare-ezik, mintha kintű, meg a sokáig világítjátok, hogy ott lenne a nagy feje. Nem, az a 20-20-ut nem csinálnám meg jó, tehát bármennyire könnyű, jó stratégia, az egy másik szín. Na, sziasztok!